Köszöntöm nézőinket, Önök Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már jön is rövid összefoglalónk. Jótékonysági vásárt tartottak az Aranyerdő óvoda javára. Sok ajándékkal érkeztek a jótevők a Nagykóni óvodába. Csilingelő szánnyával érkezett a Mikulás a regőiekhez. Új polgármestert és képviselőtestületet választottak az ozoraiak. A hideg ellenére is együtt ünnepeltek Szakadáton. Tamásiban 6. alkalommal szervezett jótékonysági vásárt az Aranyerdő óvoda szülői szervezete. Ilyenkor minden szorgos kéz munkálkodni kezd, hogy olyan dolgokat állítsanak elő otthon, amit aztán eladhatnak, hogy a befolyt összegből támogassák az óvodai életet. Amíg a szülők ezen szorgoskodtak, addig a gyermekek izgatottan várták a Mikulást az oviban. Az Aranyerdő óvodában izgatottan várták a gyermekek a fehér szakálú, piros ruhás jótevőt, aki hatalmas, megtöltött zsákkal érkezett hozzájuk. A gyerekek persze szorgosan készültek az elmúlt időszakban, a megtanult énekekből, versekből a télapó is hallhatott jó párat. A középső csoportosok örömmel elegyedtek beszélgetésbe az ajándékokkal érkezett vendéggel. Mikulás, képzeld el, nekünk annyi ajándékot hoztál, hogy egy tálba kellett, hogy rakjuk. Hát képzeld el, milyen nehéz volt oda vinni hozzátok. És tudjátok, hogy estére mit kell csinálni? Fogatmosni, igen. De még mást is kell csinálni. Fogatmosni, ki kell rakni a cipőnket, ugye? Az ablakba. Miért kell kirakni a cipőnket? Mert a kedves szóváltást követően ki is nyílt a hatalmas piros zsák, ami sok finomságot rejtett. Hát ott vagyok én, amikor még... Ez még a tavalyi lehetett, mert ilyen dobozba hoztam az ajándékokat. Hát egy gyönyör, ott is van egy Mikulás, teljes mikulásizmus van ebben a csoportban. Az öreg jótevő egy fontos dolgot kért a lurkoktól, amit ők meg is ígértek neki. Azt ígértem a télapónak, hogy hazaviszem az ajándékomat. És kikhez jön a té, vagy kiknek hoz ajándékot a télapó? A jó gyerekeknek, mert ha rosszak vagyunk, virgács. Otthon feltisztettük a télapónak a díszeket, és akkor anyával föl akartuk díszíteni, és akkor vártam a télapót. És mit hozott neked a télapó? Hát ajándékot, amikor mondtunk neki verset, aztán meghozta ajándékot egy csomagba. A Mikulás adott nekem egy nyuszit. Egy nyuszit? Milyen nyuszit adott neked? Szürkét. A Mikulás elhozta nekünk egy nyaróka, meg Mikulás. Mikulás szokit. Én azt mondtam a Mikulásnak, hogy még szerintem sok dolga van. Én a Mikulásnak azt ígértem, hogy majd otthon megeszem a csokoládémat. Amíg a Mikulás az óvodai csoportokat járta ajándékaival, addig a szülői szervezet a rendezvénytéren azon szorgoskodott, hogy minél több pénzt gyűjtsenek a hatodjára megszervezett jótékonysági vásáruk alkalmával. A szülői szervezet áll az egész mögött, és ez az OSS tulajdonképpen arról szól, hogy minden csoport két főt delegál ebbe a szülői szervezetbe, akik minden csoportból, akik egész évben képviselik a csoportokat az óvoda falain belül, és segítenek a programok lebonyolításában, tehát támogatják a szülői szervezet munkáját. A szülői szervezet tagjai vesznek részt aktívan, illetve a csoportokból
a delegáltagok, szülők, nagyszülők, az intézményi dolgozók, akik segítettek itt a portékák, termékek elkészítésében, gyűjtésében, tárolásában, és ugye zárusításban, úgyhogy ők nagyon sokat segítenek nekünk a lebonyolításban. Beosztottuk, hogy ki, mikor jön árusítani, és akkor így tulajdonképpen reggeltől estig várjuk szeretettel ide a Turmezei térre kilátogató vásárlókat. Tombola sorsolás is lesz, rekordszámú támogatónk volt idén, akiktől a tombola felajánlásokat megkaptuk. Az intézmény közösségi oldalán élőben követhették nyomon a tombola sorsolást azok, akik 2000 forint felett vásároltak az Aranyerdő óvoda és bölcsőde javára rendezett jótékonysági vásár alkalmával. A befolyt összeget azt egyenlő arányba osztjuk fel a bölcsődei és óvodai csoportok között, és ezzel szeretnénk igazából egy kicsit megsegíteni, megtámogatni a karácsonyi készülődésüket. A karácsonyi jótékonysági vásárral párhuzamosan mi már megkezdtük előkészíteni a következő feladatot, ami jövőre egy jótékonysági bál lesz. Ugyanígy egy jótékonysági bált fog szervezni a szülői szervezet az óvodának, bölcsödének, és erről majd még fogunk hírt adni a Facebook oldalon, ez még előkészítés alatt van, ezt majd azután fogjuk elkezdeni előkészíteni, hogyha itt tulajdonképpen lezajlott ez az esemény, és akkor koncentrálunk a következő feladatra. 27 gyermek családjának segít az ünnepek előtt az a kezdeményezés, amelynek köszönhetően idén is rengeteg adomány érkezett a Nagykónyi óvodába. Az intézmény egy civil kezdeményezéshez csatlakozva keresett örökbefogadót évekkel ezelőtt. A cég, aki őket választotta, minden év karácsonya előtt ajándékokkal megrakodva látogatja meg őket. Az örökbefogadók egy OVIT mozgalomtól kért segítséget a Nagykónyi óvoda még évekkel ezelőtt. A mozgalom célja a mély szegénységben hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben nehéz körülmények között élő gyermekek segítése. A Nagykónyi óvodát 5 éve regisztráltam a Fogadj Örökbe egy OVIT felületen. Ez egy magánkezdeményezés volt anno, és mai napra országos léptékűvé nőtte ki magát, ami azt jelenti, hogy cégek, vállalkozók, magánszemélyek, rászoruló vagy kevésbé rászoruló, de valamiben hiány szenvedő intézményeknek tárgyi, elsősorban tárgyi és eszköz segítséget nyújtanak. Regisztrálni kellett egy felületen, és a cégek úgymond mazsolázgattak az intézmények között. 5 évvel ezelőtt abban a szerencsés helyzetben kerültünk, hogy karácsony előtt a Nemzeti Útdíj Kezelő ZRT megkeresett minket, hogy ők szeretnének minket támogatni. Hétköznapi nevén NUSZ, mi is csak úgy hívjuk, hogy a NUSZ-os angyalkáink, és ők immáron 5 éve ellátják az óvodánkat gyakorlatilag minden földi jóval. Bátran állíthatom, hogy az elmúlt 5 évben tárgyi és játék eszközre nem kellett óvodai pénzt költeni, mert ők nekünk mindent megadtak, a foglalkozási eszközöket, a gyurmát, a ragasztót, rengeteg-rengeteg játékot, aminek nagy részét karácsonyon a családot ki is osztjuk, tehát ezt nem az óvodában használjuk, hanem az óvodában járó szülők és gyerekek is kapják. Az örökbefogadó intézmények minden alkalommal megkérdezik, mire is van szüksége az óvodának. Idén tartós élelmiszert kért az intézményvezető, hogy ezzel támogathassák a hozzájuk járó 27 gyermek családját. Bármikor lehet támogatni az intézményeket, és ők rendszeresen érdeklődnek felőlünk, a gyerekek felől, a ballagáskor, húsvétkor, tehát többször van évközben kapcsolattartás, de valahogy a szokásrendszer így alakult, hogy ővelük, ezzel a céggel karácsony előtt találkozunk. Több örökbefogadónk van még rajtuk kívül, de ők is többnyire ilyenkor jelentkeznek. Mondjuk idén álmodva se gondoltam, hogy akár ők is jelentkezni fognak, nehéz a körülményük nekük is, de hát ők jönnek és hozzák az ajándékaikat most is. Látom a családoknak a mindennapi küzdelmét, mindahogy minden intézmény, mindenki most a világban egy kicsit nehezebben jut hozzá akár a mindennapi betevőhöz is. És mivel a megszorítások miatt a gyerekek érzik leginkább a megszorításokat, és a gyerekek sínylik meg azt, hogy kevesebb jut akár a konyha pénzre is. Ezért úgy gondoltam, hogy ez lesz az egyik legjobb karácsonyi ajándék. És nem csak lisztet, meg cukrot, meg tejet kértem, hanem süteményeket, édességet, amit hazavihetnek, tehát olyan dolgokat, amire most a családoknál biztos, hogy kevesebb jut. A kis ovisok izgatottan várták a jótevő segítőket, akik megpakolt autóval érkeztek idén is. Az ajándékokat hozó cég munkatársai minden évben nagy örömmel állnak a nemes kezdeményezés mögé. Közel 4 éve örökbe fogadta a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT a Nagykónyi óvodát, és azt kell erről a kezdeményezésről tudni, hogy
Itt a kollégáink hozzák az ajándékokat, mindenféle játékkal, tartós élelmiszerekkel, ruhákkal hozzájárulnak ahhoz, hogy az óvoda is, hát remélem, hogy azért a környéknek is jusson belőle karácsonyra, és hogy kerülhessen valami a fa alá a gyermekeknek. Bevallom őszintén, hogy felszoktuk hívni az óvónőt is, aki koordinálja ezt az egészet, és igyekszünk olyan termékeket hozni, amikre szükségük van. Most például úgy tudjuk, hogy elromlott a vasalójuk, és a vasalódeszkájuk is egy picit avitas volt, úgyhogy ezeket is igyekeztünk pótolni. Hát ez a munkatársainak köszönhető, a cég természetesen hozzájárul a koordinációban, a logisztikában, és ez egy hatalmas öröm nekünk, hogy a kollégáink ennyire odaadóak, és minden évben oda teszik magukat, hogy ennyi ajándék összegyűlhessen. A szülők igazán hálásak a kezdeményezésért, mint mondják, nagy segítség ez számukra. Nagyon jó, hogy ez van, és nagyon sok örömöt szerez a gyerekeknek, már lassan 5 éve van, és mi is örülünk neki, hogy van. Nagyon sok játékot kaptunk, akkor az óvodát támogassák azzal is, hogy nem kell hozni zsebkendőt, ilyesmiket, ami ide kell az óviba. Örömet szerez a gyerekeknek, még egy fogkrémet is adnak, fogkefét is, hogyha kell. Örülnek a gyerekek a legapróbb játékoknak is, meg mindennek örülnek a gyerekek, és ez nagyon jó dolog, ez nem mindenhol adatik meg, de jó, hogy ez Nagykonyhiban így lehetséges, nagyon jó a gyerekeknek. Az örökbefogadó mindaddig segíti a Nagykonyhi óvoda életét, ameddig erre lehetősége adódik. Civil kezdeményezésből indult, hogy a Mikulás évről évre visszatérő vendég regőjbe. A Helyi Lovasport Egyesület és a Regőért Egyesület összefogásának köszönhető, hogy a fehér szakálú jótevő csillingelő szánnal jut el minden év december 6-án a település legkisebbjeihez. Ezzel idén is nagy örömet okoztak a szervezők a gyermekeknek. Regőjben bizonyára nagyon jól viselkedtek az év folyamán a legkisebbek, hiszen a Mikulás idén sem feledkezett meg a gyermekekről. Azért, hogy az este folyamán minden lurkóhoz odaérhessen, egy kis segítséget is igénybe vett. A Helyi Lovasport Egyesület támogatólag állt a fehér szakállú jótevő regői látogatása mögé. Egy fogatot sikerült magamnak előállítani. Gyönyörű táltosokkal. Táltosokkal. Ott a lovaskocsi. És így ezért sokkal egyszerűbb és sokkal gyorsabb a kiszállítási folyamat a gyerekekhez. A télapó nem hagyta otthon örök segítőjét sem, a Krampusz is vele tartotta a regői család látogató est folyamán. A regői gyerekek némelyik nagyon meglepődik és csak néz és fél is, van amelyik viszont egész aranyos, még verseket is elmond, énekel, van akitől alig tudunk megszabadulni, mert olyan sok mindent mondanak és nagyon lelkesek, és nagyon mosolyognak és csillog a szemük, ezt öröm látni. Ennek a Mikulás járatnak a családok az ajándékozó oldalnak a támogatói. Regőjben egy cipőcske sem maradt üresen. A település önkormányzata közel 200 édességcsomag összeállításával segítette a Mikulás munkáját. A helyi óvodások, iskolások és a Malsapusztai otthon lakói napközben látták vendégül a télapót. Az esti Mikulás azokhoz a gyerekekhez megy, akiknek a szülei kérték ezt a kedvességet. Az önkormányzatnak a Mikulása pedig ő minden gyermekhez eljutatja ezt. 14 éves korig mindenhova eljutatja ezt az ajándékot, ezt a kis ajándékcsomagot, Mikulás csomagot. Jó estét! Jó estét, szervusz Mikulás bácsi! Hát szia! Hát szervusz! A rég nem látott ajándékot hozó piros ruhás télapó bizony megilletődést váltott ki a gyerekekből, de a kedves szavak oldották a hangulatot, melyért cserébe még verset is kapott az ajándékosztó. Most már ezt 7. éve csináljuk, és vannak olyan gyerekek, akikhez visszatérőek vagyunk. Ők már nagyon várják, és már tudják. Akihez először megyünk, ők természetesen csak ámulnak és bámulnak. Volt tavaly olyan kérdésünk, hogy miért nem az égből jöttünk le? Mert hát ő ugye azt látta, hogy onnan jövünk, úgyhogy ezt így néha nehéz megmagyarázni, de azért sikerült kibújót találni. A bojtos sapkás jótevő évről évre visszatér a településre, a háttérben megbúvó összefogásnak köszönhetően. Civilek kezdeményezték, úgyhogy összefogtunk a Lovasport Egyesülettel és a Regőért Egyesülettel. Nagyon jó ötletnek tartottuk, és azóta alig várjuk ezt az alkalmat. Örülünk neki, hogy ezt így sikerül nekünk minden évben. Az idő is jó, úgyhogy minden rendben. Miután a Mikulás Krampusz a segítségével megpakolta az ezúttal nem rénszarvasok, hanem lovak által húzott, kerekeken guruló szánját, nyakukba vették a sötét regői utcákat, hogy mosolyt csaljanak a helyiek arcára. A csengőszó már messziről jelezte az öreg jótevő érkezését, akit már izgatottan vártak. Jó viselkedtél? Igen. Hát, hoztam neked egy kis csomagot. Verset mondasz neked? Igen.
Na. Az erdőben van egy ház, abban lakik Mikulás. A bajusz a hófehér, a szakálla térdig ér, a puttonya sokat ér, sok ajándék belefér. A Télapónak és Krampuszának pontos listája volt a regői jó gyermekekről, így könnyen megtalálták őket az ajándékokkal. Hoztam neked egy szép ajándékot még. És megkérhetlek még valamire? Igen. Hogy a testvérednek is adod oda. Hát tudom, hogy ő iskolában van. A köszönet mellé egy kis vendéglátás is járt az ajándékért cserébe a fehér szakállú jótevőnek, a Mikulást pedig jövőre is visszavárják a regőiek. A hétvégén időközi önkormányzati választásokat tartottak Ozorán. A több mint 1200 szavazásra jogosult lakos új polgármestert és képviselő testületet is választott, miután a grémium még szeptemberben feloszlatta magát. A településvezetőt 3 jelölt közül, míg a 6 fős képviselőtestületet 25 jelölt közül választhatták ki a szavazásra jogosultak. Időközi önkormányzati választást tartottak Ozorán, ahol még szeptemberben döntött úgy a képviselőtestület, hogy feloszlatja magát, mondta el az újonnan megválasztott polgármester. Ugye 19-ben is indultam polgármester jelöltként, minek végén a többség akaratára én visszaléptem, hogy a jelenlegi polgármesterünket már akkor sikerüljön leváltani, hiszen nem értettünk már akkor sem egyet a politikájával, és az önkormányzat működésével sem. A visszalépésemet követően elindultam képviselőként, és ott sikeresen bejutottam, és 3 éven keresztül gyakorlatilag beleláttunk, amiben engedtek belelátni, hozzátenném, a működésbe, és tovább göngyölődött a számunkra is feltételezett problémák, és a képviselő testület úgy döntött, hogy valós problémák és az együttműködés hiányában jó lenne, hogyha feloszlatnánk magunkat. Ez szeptemberben sikerült, és így miután indultam 19-ben is ugyan visszaléptem, de ezt a dolgot nekem kötelességemhez híven végig kellett csinálnom. A szándék pedig még mindig ugyanaz, amit a most megválasztott polgármester 2019-ben is kitűzött, hogy változtasson a falu életén, fejlődést hozzon a településre. A választási eredmény meg egyértelműen mutatja azt, hogy igazol is minket, hogy valami nem volt rendben, és szeretnénk végre ezt a kis falut, a mi kis falunkat egy kicsit napsütésbe hozni, és a kampányunk során is elmondottak alapján megvalósítani benne számtalan dolgot, amihez segítséget is kapunk kormánypárti támogatással, és bízom benne, hogy béke lesz, és valóban fejlődés lesz. És azt gondolom, hogy a szavazatokon az is egyértelműen látszott, hogy ezt szeretnék, ezt a változást, és bíznak a közeljövőben, hogy valóra is tudjuk váltani ezeket a dolgokat. A kitűzött célok megvalósításában a képviselő testület nagy segítség lesz majd, akik mind a 6 azon a listán szerepeltek, akiket a polgármester szeretett volna maga mellé. Nagyon nehéz lesz ez a következő néhány év, és különösen annak való tekintete, hogy időközi választás volt. Tehát ez a 24-es választás, ez itt van hamar, tehát gyakorlatilag, amin elindultunk, azt bizonyítani is kell, hogy nekünk ez az út az, ami gyakorlatilag egy biztos, stabil vezetést fog eredményezni, és ezen nagyon sokat kell dolgoznunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a kampány során ezek az elhangzottakat, ezeket meg is kell valahogy valósítani. Tehát ezen fogunk munkálkodni. A képviselőtestület 6 főből áll, és a jelenlegi választások során mi 6 képviselőt is, én magam 6 képviselőt indítottam, illetve hát 6 képviselőjelöltem volt, akik szerencsésen, sikeresen bejutottak. Tehát ez a testület így áll fel, hogy akit szerettem is volna, akinek feladatot szerettem volna
és megfelelő szerepet adni, az előtt most itt van a lehetőség. A választást megelőző kampány alkalmával elhangzottak azok a célok, amelyek a közeljövő terveik között szerepelnek. Szeretnénk a faluban azt az érzetet kelteni egy-egy turista vagy vásárló számára, hogy ez a falu igencsak színes, történelmi nyilván, nem csak a Várméget, hanem volt ez a falu már díjnyertes, virágos falu is, úgyhogy ezeket a dolgokat újra vissza kellene hozni, hogy az imidzsént egy kicsit sikerüljön visszaállítani, helyreállítani. Nincs takarékszövetkezetünk, nincsen bankfiókunk a településen, legalább egy ennyi kötelességünk volna biztosítani a lakosság számára, mert 9-14 kilométer a legközelebbi. Tehát ez is problémás. Ezt ígértük, hogy ezt mindenképpen meg szeretnénk valósítani. Akkor volt itt egy korábban indított a Népkonyha program, és azt határozatlan időre történt szerződés véget is működtetnünk kell, és erre szeretnénk egy kis bővítést, egy kicsit javítást eredményezni. De a legfontosabb, azt gondolom, hogy egy önkormányzat működése, amit mi nem láttunk át teljesen mi képviselőként sem, az nagyon fontos, hogy ez helyreálljon, és szakemberek dolgozzanak lehetőleg még többen. És akkor legvégül még mondanám a közmunkaprogramot, amit szeretnénk ugye ismételten elindítani, olyan szinten, ami ténylegesen több létszám és eredményes mind a környezetre való tekintete, tehát vannak saját kertjei az önkormányzatnak, és ezt ki kellene használnunk a végsőkig, azt gondolom, amit bármire lehet fordítani majd itt akár a rászorulók részére is. A parkolóhelyek kialakítása is kiemelt helyen szerepel majd a következő időszak beruházásai között. Szakadáton a német család felajánlása az a hatalmas ezüstfenyő, amely a település legforgalmasabb helyén díszeleg. Összefogásnak köszönhetően kerülhetett a helyére a település idei karácsonyfája, amely környezetében minden hétvégén adventi ünnepséget tartanak. Szakadáton együtt ünnepelte a falu apraja nagyja advent harmadik vasárnapját. Az örömgyertyájának meggyújtása előtt az ünnepi műsor keretében a helyi plébános osztotta meg az adventi időszakhoz kötődő gondolatait a jelenlévőkkel. A dekoratív adventi koszorú mellett már teljes pompájában díszeleg a település karácsonyfája, amelyet ajándékba kapott az önkormányzat. A német család felajánlásában is nagyon örültem neki, a fiatalság összefogásával sikerült idehoz. Hoznunk, felállítanunk, sajnos három traktor volt szükségeltetett, mert viszonylag nagyra sikerült a fa, de az összefogás mindent megoldott, és örülök, hogy így sikerült felállítani ezt a szép fát. Mindig felajánlásból, mindig családok felajánlásából került, és most is nagyon örülök a templomnak, is van már egy felajánlásunk, amit jövő héten fogunk kivágni, szintén egy gyönyörű ezüstfenyő, tehát arra is egy összefogás kell, hogy a templomba fölvigyük. Úgy gondolom, hogy már mindenki várja ezt az adventi sorozatot. Hát ma is elég sokan eljöttek, és örülök, hogy a plébános urat is sikerült meghívni, és színesítette a szentbeszédével. Az ünnepi műsor keretében karácsonyi dalok hangzottak el a szakadáti hagyományőrző énekkar előadásában. Lágyan hull a hó, néhány nyugszik a tó, ülepel az utakon, Jézus jön elő nagyon. A település legmozgalmasabb központi helyét választották ki idén is az ünnepi dekoráció felállítására. Most már 4-5 éve itt ünnepeljük. Összefogunk a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Hagyományőrző Énekkar és az Idős Klub tagjaival összefogásba építjük föl ezt az egész karácsonyi hangulatot.
Mindig kitalálunk valami más, tehát volt szavalat, most az esme, a plébános úrnak a beszéde és az énekkar egy kis adventi énekeivel próbáltuk kicsit színesíteni. Aztán az utolsóra a hangszerelem stúdiótól, Szexáról lesznek fellépők, és hát itt a fiatalok valami meglepetést tartogatnak, tehát mint a kínálatból, tehát mint a kis forralt borokkal, meg a kis étekkel, tehát mindig valaki kitalál valami új sütit, vagy töpörtyű krémet, vagy májas krémet, tehát ez mindig egy kicsit színes, tehát mindig egy meglepetés. Igazán próbáljuk koordinálni, tehát az alapdolgokat megvásároljuk, de mindig vannak felajánlások, amire úgy büszkék vagyunk. Szakadát is büszkélkedik egy Betlehemmel, amely felállítása közösségi munkába valósult meg idén is. Szintén ez a csoport, itt szeretném megemlíteni a Bretnán János nevét, ő egy 87 éves nyugdíjas, és az ő kezdeményezésére, tehát ő mondta, hogy csináljunk egy szép Betlehemet, és felajánlott mindjárt 50 vagy 60 ezer forintot, és egy nyugdíjas asztalos, aki megcsinálta a környezetet, az épület részét, és akkor kicsinyenként, ahogy volt kis pénzünk, mindig vásároltunk egy új figurát, és most szerintem nagyon szép. És este mindig adventi zene szól, szerintem nekünk egyedülálló, mert mi nagyon örülünk neki. Mint minden adventi hétvégén, most is zsíros kenyérrel és forró italokkal látták vendégül mindazokat, akik úgy gondolták, hogy a hideg ellenére is részesei lesznek a település adventi ünnepségének. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!